Én csak azért mondom el, mert neked is lehet véleményed, és azért mondom, hogy te bárki beszélt a mikrofonba, és amit én mondok, az se biztos, hogy az úrtól mondom, csak elmondom, hogy volt egy mondjuk egy ilyen, láttam valamit, de azért mondom, hogy te is látsz, te is tudsz látni valamit, vagy kapsz egy proféciát mondjuk, és akkor arra akarok bátorítani, hogy majd elkezdem, hogy merjen elmondani. Láttam egy ilyen, ez úgy van, biztos nektek is volt, hogy csak kéten látsz valamit, aztán nem biztos, hogy az jó, lehet, hogy tele van a hasad és azért látod, de lehet, hogyha azért, hogyha dicsőítünk, majd valószínűséggel az Úrtól lehet, de úgy lehet eldönteni, hogyha meghalljuk, és akkor meg tudjuk ítélni, és nem kell félni tőle, hogy esetleg nem az Úrtól van. Na, nekem volt egy ilyen gondolatom, hogy egy ilyen próbababát láttam, amit így eldőlt. Csak ennyi volt az egész, láttam a fehér arcát, és akkor csak annyi volt itt bennem, ilyenkor mindig, hogy akkor mit is jelentett ez, és azonnal az volt benne, hogy amikor nincs élet, nincs a fával élet, akkor kidől a fa. És az Úr azt akarja, hogy élet legyen bennünk, ilyen egyszerű. Mert ha élet van bennünk, akkor állunk a talpunkon, erősek vagyunk. Ha nincs bennünk élet, akkor meg esetleg kidőlünk, vagy földet fogunk. De a partó mindig ott lesz, amikor földet fogunk. Meg az Úr is mindenben van. Ámen. Jó, ezt csak azért mondta, hogy neked is, ha van ilyen, bátran merjed elmondani, Isten mindnyájunkhoz szól. Amen. A mai napon az a címe a mai prédikációnak, hogy a belső ember, vagy más szavakkal az új ember, vagy még szép szóval az új ember. És megmondom őszintén, hogy nekem ez egy kicsit ilyen nehéz dolog, de a következővel vigasztalom magamat, illetve benneteket is. Én úgy fogok el sokszor, ez csak egy gondolatom támadt ezen a héten, és akkor utána mentem. És én azt látom, hogy Istennek, ugye mire minden elmúlt, a régiek elmúltak, és minden újjá. Isten új dolgokkal foglalkozik velük. A belső emberük is napról napra megújul. Most amikor viszont új dolgokkal foglalkozik az ember, és ez a kegyelem dolog is eléggé új, szerintem elkerülhetetlen az, hogy esetleg tévedünk, vagy valami hibát követünk el benne. Viszont lehetetlenség új dolgokat megtanulni, megizlelni, anélkül, hogy nem merünk, vagy félünk, és félünk attól, hogy hibát követünk el. Az az példa jött eszembe, amikor valaki kirándul, hogy megy egy ilyen sziklás helyen, és valahol megcsillan valami a távolba, egy kicsit távolba, és ott felkelti az érdeklődését. Kíváncsi, azt gondolja, hogy valami értékes dolog. Elkezd utána menni, és hogy kezdi kapargatni azt a valami, mondjuk egy kincs, vagy értékes kőzet, vagy valami, ugyanakkor akkor az, mivel látja azt, hogy az mi érdekli, megy utána, elkezd bányászni, elkezdi kutatni azt a valamit, és így tudja kifejteni. Szerintem egy kicsit Istennek az igazsága, vagy a valósága ugyanilyen, amikor új dolgot fog vagy mutat meg, vagy bármilyen dolgot, mint amikor egy kicsit a kincset keresünk. Van a Jóbnál az egyik, nem tudom, a 28-as rész talán, vagy melyik rész, ahol pont erről beszél, hogy az Istennek a bölcsességét és annak a kikutatását ahhoz hasonlítja, mint a bányászat. Most, ez a téma is egy picit nekem olyan, hogy valami, mint amikor a Pál imádkozik, hogy nyissa meg az Isten az igének az ajtaját, valamennyire megnyílik, valamennyi világosság van benne, és akkor majd nyílik tovább. De ahogy ő egy ilyen kőzet után is kutatsz, rengeteg salak is kerülhet be. Minden tisztelt a kivételnek, a jelenleg mindig kivételek, de elég sok emberre az élet előfordul, hogy salak kerül a gépezetbe. De mivel mindjártunkkal ez előfordulhat, ezért nem arra kell koncentrálni, hogy esetleg salak van a megértésedben, hanem az, ami helyes, az, ami jó a megértésedben. Nincs olyan ember, szerintem, aki mindent kristálytisztán tud, meg kristálytisztán lát. Ezért nem bölcs dolog, én azt gondolom, azzal foglalkozni, hogy a lackó mit nem lát jól, és akkor ezen bilingelni, hogy ez nem jó, ez nem jó, hanem inkább azzal, hogy mit lát jól, ő is azt osztja meg velem, én is azt osztom meg, és ugye, amiben egyértelműre jutottunk, abba oké, amiben nem akarunk, az Isten kijelenti azokat a dolgokat. Ha csak ennyit megértenénk, annyira bölcsek lennénk már, és nagyon sok fölösleges Facebook vita például nem történne meg, most csak azért mondtam, hogy először szokott fordulni,
ilyen. Na, tehát ez a téma is, ez a belső ember nekem ilyen, megmondom őszintén, hogy azt látom, hogy egy óriási dolog, és teljesen bibliai dolog, de mégis ilyen kincskeresés az egész. A Jeremiás, amikor amit imádkoztam, és amikor Isten elhívta a Jeremiást, egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, amit ti is ismertek nála, ugye ő elkezd egy kicsit így félni attól, hogy ő fiatal, és nem is tud beszélni, mert ifjú. Előtte Isten azt mondja neki, ez nagyon ismert, ez az igét, ez a Jeremiás 1:5, ami azt mondja, hogy mielőtt az anya méhében megalkottalak, már ismertelek, és mielőtt az anya méhből kijöttél, megszenteltelek, profitálnak vendettelek a népek közé. Isten egy olyan biztos fundamentumot ad a Jeremiásnak, ami nem az, hogy ő fiatal, és hogy mennyire tud beszélni, hanem azt mondja, hogy én előtte ismertelek már téged. És nyugi, én előtte ismertelek. És ugye a Pál mondja a Timóteus, szóval 2 Timóteus 2:19, hogy valahol ott, hogy megáll az Isten erős fundamentuma, ami az, hogy ismerik az Úr az övé. A fundamentum az nem az, ami a te igyekezetedből fakad, hanem sokkal előbb volt, ami Istenben van, hogy ő ismertél. Mert amikor azt mondja, hogy az anyu mielőtt megalkottalak, én ismertelettél. Amikor ezt kezdtem mondjuk a Jeremias megérteni, hogy kezdjük mi is megérteni, majd mondok másik ég is később, hogy ő előbb ismert engem, mint hogy én ebbe a testbe megszülettem volna. Ő előbb tudta, hogy én milyen vagyok, vagy én ki vagyok, mint hogy ebben a testben bármit tettem volna. És gondoljátok bele, mivel ő alkotott engem, ő teremtett engem. Ez azt jelenti, hogy azzal, hogy ő megteremtett, megalkotott, ő tudta, hogy ki vagyok. Ő teremtett olyannak, amilyennek. Nem az én tetteim, meg a cselekedeteim, vagy akár ahogy elszúrta valaki, hogy elszúrtuk az életünket, meg a bűnös, stb. Nem ez a legnagyobb dolog, ami Isten informálja velünk kapcsolatosan. Vagy az akár, hogy hú, nekem milyen nagy elhívásom van, meg ezt tettem, meg azt tettem. Hanem az, hogy Isten, amikor ő megteremtett engem, ő pontosan elképzelt, hogy ki vagyok én. És ez a valaki egyébként, ez a mi belső emberünk, most egy kicsit előreugrok, ebből indulunk, belőle indulunk ki, Istenből indul ki az ember. Amikor ezt kezdjük érezni, vagy most hinni, tapasztalni, meglátni, sokkal erősebb és stabilabbá válok. Emiatt fogsz így dönteni, emiatt fogsz bizonyos dolgokat megtenni. Ez az alapja annak, hogy Istennel vagy kapcsolatban, nem az, hogy én választottam őt, ő választott engem. Nos, és a Jeremiásnak, hogy fiatal gyerek volt, egy döbbenetes dolgot mondott. Azt mondta, hogy a mai napon népek fölé, országok fölé rendellek téged. Ugye milyen érdekes, hogy Jeremiás az egy zsidó proféta volt, és tudjuk, hogy az adott történelmi helyzet az a zsidó népnek szólt azokat, amiket mondott. De mai embernek is rengeteg minden szól, de új szívet adok nektek, tehát rengeteg olyan, nem csak az adott, tudjuk a proféták, hogy működtek. Tehát azt mondja, hogy népek országok fölé. Azért, szerintem ezt csak a én mondom, azért, mert a népek és az országok, mert mi mindjárt tele lettünk rengeteg hülye, buta gondolattal, Istentől elidegenett gondolattal. És amikor azt mondja, hogy ezek fölé rendellek téged, azt jelenti, hogy én olyan dolgokat fogok mondani neked, ami felülírja ezeket, amik most meghatározzák a népeket vagy a nemzetségeket. És ez ragadott meg, ezt egy tegnap olvastam, hogy 6 dolgot mond neki, és abból 4 dolog mind negatív, ilyen írtó, pusztító dolog. Azt mondta neki, hogy gyomláljál, írtsál, pusztíts, rombolj, építs és plátál. Tehát amikor van olyan, és mi mindjárt most úgy értem, hogy a bűn, meg a bukás, meg stb. Miért olyan dolgok épültek fel bennünk, olyan képzeletek, olyan magaslatok, amit a Pál is mondta a 2 Korintus 10:4 körül, hogy ők ezek ellen harcolnak, hogy ezeket lerontsák, minden magaslatot, ami az Isten ismerete ellen emeltetett, és minden gondolatot fogja ejteni. És ezért, amikor a Jeremiás felhívta, azt mondta, gyomlál
állt ki, ami azt jelenti, hogy gyökerestől ki kell szedni. Rengeteg olyan dolog van bennünk, amit nem is tudunk, hogy rossz dolog. Nem azért mondom, hogy senki bárki tárasztassa magát, csak a gyümölcsei utána az lesznek. De azt mondta, ez volt az első, gyomláljad ki ezeket a dolgokat. A páli verzió az, hogy levontjuk ezeket a magaslatokat. És a pálnak ez volt a lényeg, hogy azt mondja, ami az Isten ismerete ellen emeltetett. És ez nem azt jelenti, már tudjátok, hogy én hogyan ismerem meg az Isten, hanem az, hogy az Isten mit ismer, az Isten mit tud, az Isten mit gondol. Ez ugyanaz, amit itt a Jeremiásnak az anya még előtti dologról mondta, hogy én ismertelek téged. Tehát minden olyan gondolat, ami ellene van annak, amit és ahogy az Isten ismer, az nem az Istentől való, és az akadályozza azt, hogy bennünk meg tudjon valósulni mindaz, amit Isten eltervezett. Ha az ember nem bukik el, akkor az embernek és az emberiségnek egyetlen megismerési forrása lett volna az Isten. És csak egyetlen helyről tudta volna megérteni a dolgokat, az, ahogy a Isten gondolja, ahogy Isten látja. Most ehhez ugye tudjuk, hogy most nem az a lényeg, de mindenféle rossz, mindenféle belejött, és nekünk mindenféle elképzelésünk lett az Istenről. Mi így gondoljuk, úgy gondoljuk, de ezt egyik sem tudja megérinteni, leírni az Istent. Azt mondja a Jézsás 40 valahol, hogy minél képet készíthettek az Istenről. Akárhogy is képzeled el, nem tudod helyesen gondolni az Istenről, mert az Isten mutatja meg magát mindenkinek, hogy ő milyen. Tehát ezért lehetetlenség, vagy lehet csinálni, meg csináltuk is, meg most is van, hogy előfordul, azt gondoljuk, hogy ilyen az Isten, meg olyan az Isten. De az Isten olyan, amilyennek ő mondja, amilyen az ő ismerete. Ugye szoktam mondani gyakran, az egyik ilyen terület cikém, Efezus 4.13, amíg eljutunk mindjárt az Isten fiának a hitére, és az Isten fiának az ismeretére. A Pál rájött arra, hogy az egység nem az, hogy ahogy a pajó látja, vagy ahogy a pajó értelmezi, ez lényegtelen dolog, nem ez. Ez esetben nekem jó, neked az a lényeg, hogy te hogyan. De az, hogy egyetlen egy forrásunk van, ahogy az Isten gondolja, vagy ahogy az Isten hiszi. Nem az, hogy ahogyan én gondolom, vagy ahogy én hiszem őróla, hanem ahogy ő győzött meg engem, ahogy ő gondolkozik. Ebben kell egynek lenni, és csak ebben tudunk egyek lenni. Tehát ez az eredeti referenciája az embernek, az Isten. És ez az eredeti forrása a mindenre. Ehhez úgy tudunk visszatérni, hogy úgymond megtérünk, megváltozik a gondolkozásunk. Azért, ezt aztán múltkor mondtam már, nem tudom, csak nekem nagyon tetszik, hogy amikor a Pál azt mondta az aténieknek, hogy én arra az ismeretlen Istenről beszélek nektek. Én megmondom őszintén, én amikor ezt múltkor így megértettem, annyira tetszett, hogy lehet, hogy jobb lenne Isten így mondani, Uram, te vagy az ismeretlen Isten. Mert nem igaz, hogy ismerjük igazából, nem kárhoz, ne értsen fel senki félre, amit akarok mondani. De az jutott eszembe, hogyha úgy mondanák ma valakinek, hogy képzeld el, egyszer volt egy olyan Isten ezen a földön, aki elé odavittek egy nyilvánvalóan bűnös házasság körül nőt, akit nyilvánvalóan teljesen egyértelműen halálra kellett ítélni. És ez az Isten elengedte, szabadon engedte. Nem kért áldozatot, nem kért, nem tudom én, ezt meg azt, nem kért semmi, hanem elengedte, és azt mondta neki, hogy menjél, és többé ne létezzél. Kicsoda ez az Isten. És akkor, amikor mi ugye a követők, amikor beszélünk róla, meg stb. És amikor egy hasonló helyzetbe érkezünk, akkor teljesen máshogy viselkedünk. És ebből látszik, hogy nem ismertük meg igazából az Isten. Ha ő itt lenne, rengeteg helyzetben máshogyan viselkedne, mint ahogy mi viselkedünk. Tisztelt a kivételen, ti mind kivételen, vagy most csak egy általában beszélünk, ilyen, nem is tudom, hogy létezik egyáltalán egyelemben. Viszont tudjuk, hogy mindegy különik Jézus. Na, mert az van, ugye a Pál azt mondta, hogy serkenjetek fel igazán, ez a például csak egy nagyon jó példa arra, hogy bölcsen kell a Bibliát olvasni. Amikor ezt olvasod az 1 Korintus 15.34-ben, hogy serkenjetek fel igazán és ne védkezzetek, azt gondolod, hogy hát valahogy serkenjek fel. Oda azt van leírva, hogy ébredjetek rá a megigazultságra és ne védkezzetek. Ez ugyanaz volt, ami ott azzal a házasságtörő asszonnyal történt. Az hirtelen rájött arra, hogy ő
Mi is az ő igazi élete, hogy Krisztus az ő élete? Azért, mert amikor Jézus azt mondta, hogy többé ne védkezzél, valaminek történnie kellett abban a nőben, hogyha ilyet mert mondani neki, gondolod, hogy azt mondja neked, hogy valaki, hogy többé ne védkezzél. Hát én ezt tudok képzelni, többé ne védkezzél. Mert olyan dolog történt abban a nőben, és az, hogy megismerte az ő átalakult, megigazult, transformált voltát. Ez történt azokkal a bűnösökkel, akik találkoztak Jézussal. Meg ez történik velük, és amikor igazán megismerik Jézust, akkor Jézus megmutatja, hogy mi kik is vagyunk igazából, hogy mi a mi igazi életünk. És akkor rájön az ember arra, hogy nem az az igazi életem, amit én tettem, ahogy éltem, amit csináltam, hanem az az igazi életem, ami ő benne van, amit mondjuk most láttam meg. És amikor ezt megértem, akkor tényleg az következik, hogy többé nem védkezem. Én azt gondolom, amikor megértjük, mit jelent az, hogy mi a megigazultság, mint a Pál is mond, meg az evangéliumjában, mi az Istennek a megigazítása jelentetik ki, akkor arra kell ráébredni, és akkor nem védkezünk, és ekkor mondta Pál, nem ismerik némelyen Istent, a megszégyenítésnek megmondom. Én úgy gondolom, hogy nem ismerjük igazán Isten, ez így ezt mondja, ha nem értjük meg azt, hogy ő megigazította az embert. Na most ez a, most megyünk a mai témához, ez a megigazította az embert, ez a te belső embered.